Vica nénit, ahogy ismerősei emlegetik, virággal és szép szavakkal méltatták a jeles nap alkalmából. Mint Víg László felidézte, nagynénje 1922. június 4-én született Felsőrajkon. Két gyermeke, négy unokája és három dédunokája van. Megérte, hál' Istennek, a 101 évet. Azt kérdezte tőlem, hogy miért. Én azt válaszoltam neki, hogy talán azért, mert a Jóistennek szándéka volt vele. Ő háztartásbeli volt, a férje Férfi Szabó, nagyon korán meghalt még a 70-es években, és ő egy olyan életet élt, amelyben azt lehet elmondani, hogy minden nap megdolgozott a betevőjét, volt neki kiskertje, szőlője. Domján Gyuláné egy földműveléssel foglalkozó 8 gyermekes család sarja. A szabadban dolgozott és minden nap mozgott. Idős korára sem feledkezik meg a tornáról, és ezt javasolja a fiataloknak is. A torna meg a torna, meg legalább egy deci vörösbor. De én most egy decit egészen kétszer iszok, délőben meg este. Vöcsör után, meg ebéd után. Sokat voltam a szabadban. És sokat mozogtam. Most is minden nap törnázok. Háromszor. Börc Imréné vezető ápoló szintén jó egészséget kívánt idős lakójuknak a pezsgős kocintás közben. Emellett a Deák iskola tanulói is felköszöntötték a 101 éves Vica nénit.